Őket a Jóisten is egymásnak teremtette. Külön utakon is ugyanaz volt érték számukra, mint ma, immár két gyermekükkel közösen. A néptánc, a néphagyomány, a népi kultúra tisztelete, őrzése, tovább örökítése. Tanítanak, táncolnak, énekelnek, betyárkodnak. A múlt értékeivel nevelik a jövő nemzedékét. A mai ismeretlen ismerős Balla Tímea és Balla Zoltán. Sziasztok! Köszönöm, Szia. Hogy elfogadtátok a meghívást. Mi is köszönjük. Ugyebár néptánccal foglalkoztok leginkább, de egyikteknek sem volt egyenes útja a néptánc felé. Kezdjük talán Tímivel. Te ugye sportoló szerettél volna lenni első körben. Úgy mondanám, igen, hogy nagyon sokat sportoltam. Olyan gimnáziumba jártam, hála Istennek, ahol elég nagy óraszámba különböző sportokat végeztünk, és hát nekem a néptánc az 16-17 éves korom körül köszönt be az életembe, amikor lett egy sportsérülésem, és az addigi nagyon aktív munkámon változtatni kellett, terhelni nem lehetett magamat, és akkor azt találta ki az edzőm, hogy van egy nagyon jó néptánc csoport Ráckevén, és akkor próbáljam meg azt. Hát, nagyon örültem neki, mert a mozgást azért visszakaptam, és hát így elindult a táncos pályafutás. De a gimnázium után is még a színművészetére jelentkeztél először. Igen. Ez abból fakadt, hogy a gimiben nekem volt egy színjátszó szakköröm, amit hát elég nehezen tudtam elindítani, mert akkor, tehát ez még nem volt olyan egyenes út, hogy az ember szeretne valamit csinálni, és akkor helybehagyják a tanárok, hogy helybehagyja az igazgatóság, és hát az akkori aktív kiszéleten keresztül lehetett ezt megvalósítani, ezt a színjátszó szakkört, és nagyon-nagyon szerettük, különböző ünnepségeken, karácsonykor, amikor csak lehetett, fölléptünk, mindenhol aktivizáltuk magunkat, és akkor én nagyon azt gondoltam, hogy hát ez a pálya, ez nekem való. El is mentem szavalóversenyeket, nyertem, mindenféle országos megmérettetésen igyekeztem részt venni. Aztán hát a felvételi az már nem sikerült. Az első rostán kiestem, de igazából nagyon nem bántam meg, mert szerintem oda sokkal több olyas valami dolog kell, amit én nem bánok, hogy bennem nincs meg. Tehát egy kicsit keves, tehát több gátlástalan dolog kell egy kicsit szerintem egy jó színésznek. Bennem akkor ez nem volt. Lehet, hogy most már lett, de akkor még nem volt. Úgyhogy ez egy kicsit félre lett téve, ez a színi dolog. És akkor így kerültél a tanítóképzőre? A tanítóképző pedig azért jött, mert nagyon szerettem volna valamilyen olyan diplomát megszerezni, amiben egy kicsit már akkor a néptánc is belelóg. Hát volt ugye lehetőség már akkor is a táncszületi főiskolán, de akkor még nem volt, ha jól tudom, akkor nem volt még 87-ben. Még akkor csak B kategóriás vizsgára lehetett jelentkezni. Nem tudom, az első évfolyam akkor már elindult 87-ben, én a másodikon végeztem, és 90-ben végeztem. Nekem akkor még nem volt erről ennyire tudomásom, és gondoltam, hogy Zsámbékon ajánlották, hogy van egy olyan szak, ahol ezt a néptáncot, néphagyományt tudom egy kicsikét használni, és a diplomamunkám is végül is a néphagyományok tanítása az általános iskolában. Erről írtam, hogy hogyan lehet becsempészni a jeles napokat a mindennapi oktatásba, és hát gondoltam, hogy akkor összekötöm a kellemest a hasznossal, és akkor nem bántam meg, hogy tanítóképzőt végeztem, mert tehát azóta is ez a munkám, és nagyon szeretem csinálni itt Kalgahévízen. Majd erre még visszatérünk, de most akkor Zolinál is megkérdezném, hogy kerültél te a Veszprémi Egyetemre vegyész szakra, mert hogy ugye ott elvégeztél 4,5 évet. Így van. Hát, amikor kérdezett a Timitől, hogy hogy lett ő táncos, én is arra készülgettem, hogy akkor valami ilyesmi kérdést fogok kapni. Hadd menjünk, ugye kell ezen a vonalon, jó? Jó. De igazából nekem úgy indult ez a táncos dolog, hogy édesapám mondta régen, hogy fiam, neked semmihez nincs kitartásod. Mindenbe belefogtam, modellező szakkört csináltam, meg egyéb mindenféle ilyen külön
hát ilyen minden szakkörön az iskolában ugye beneveztem, furujáztam, meg mit tudom én, de igazából mindent abba hagytam elég gyorsan. És akkor hatodik osztályos voltam, amikor bejött a műfázigazgató, én Kunszen Mártoni vagyok, ott nőttem fel, ottani általános iskolában, hogy néptánc csoportot szerveznének, és akkor kijelentkezik. És mi voltunk négyen nagyon jó barátok, a három Zoli meg a Béla az általános iskolában. Ez ilyen jó és rossz is, mindenfélenek tartottak bennünket, de mi nagyon jó haverok voltunk. De a lényeg az, hogy mi elmentünk ide táncolni, és aztán ameddig én otthon voltam, addig ott táncoltam. És ez valamilyen ilyen Isten újja volt, hogy rátaláltam az én világomra itt, és akkor ott meg is ragadtam. Tehát ott nem volt olyan, hogy én beteg legyek, vagy bármi, hogy én ne menjek el a próbára. Alig vártam, tehát a gyakorlatilag próbától próbáig tartott az életem. Aztán nagyon sokáig ugyanígy ment végig. De a lényeg az, hogy így voltam táncos, és hát ott nem akartam elmenni utána otthonról, az általános iskola után, mert kötött a tánc is. És meg egyébként is, meg a haverok, meg minden, és akkor volt egy elég jó gimnázium ott Kunszentmártonban, egy fizika-kémia tagozatos gimnázium volt, és ez egy ilyen közös osztály volt, egyik fele fizikás volt, másfele kémiás volt, és én valahogy kutya tudja miért, én a kémiát választottam, és akkor hát itt elég jól ment, szerettem, otthon robbantgattam, meg minden, kísérletezgettem, tehát volt egy ilyen kis felszerelésem otthon, amivel otthon még tudtam folytatni az iskolai dolgokat, és akkor hát kerestem egy olyan helyet, ahol ez a kémia, meg a néptánc is jelen van a továbbtanulási lehetőségek között. És Budapesttől én féltem. És azért nem mentem Budapestre. Meg nem csak féltem, hanem idegenkedtem. Tehát, hogy valahogy nem akartam, azért meg olyan átlagosnak találtam én azt a Budapestet. Úgyhogy volt a Vegyszerűen Vegyipari Egyetem, és ott volt egy viszonylag jónak mondható tánccsoport, előtte leleveleztem, meg barátaimon keresztül kipuhatoltam, és akkor elmentem ide tanulni. És azért csak 4,5 évet végeztem Veszprémben, mert a próbák azok 6 órakor kezdődtek, és a fizikai-kémiai laborgyakorlatok pedig 7-ig tartottak. Most a fizkém labor az olyan, hogy bizonyos feszültségen kell mérni, vagy áramerősségnél, vagy egyéb fizikai paraméterek mellett kell mérni a vegyületek változását különféle összetételekben. És lényeg az, hogy én ezt mindig kicsit felgyorsítottam, hogy én a 6 órai próbakezdésre odaérhessek. Most ez olyan nagyon nem volt annyira naív hülyeség, mert egy ilyen fizikém labor mondjuk 10 óra hosszú volt. Tehát reggel 8-kor kezdtük, és este, vagy 9-kor kezdtük, és este 7-kor lett volna vége. Tehát ezt a 10 órát egy picikét meggyorsítani, az úgy reális elképzelésnek tűnt. De a lényeg az, hogy nem lett jó egyetlen mérésem se, és akkor ez a fizikém, ez egy ilyen helyből fél év ismétléssel zárult. És akkor megint csak, már én otthon Kunszentmártonban harmadikos gimis koromban elkezdtem járni egy ilyen C-kategóriás néptáncoktatói tanfolyamra Jászberénybe, és a jászsági népegyüttes akkoriban kezdett valamikor egy pár évvel korábban nyúlni, és nagyon nagy lendülettel fejlődött a környékben, most meg már országosan is nagyon híres együttes lett azóta, és nagyon az első gárda, akik ott voltak, egyébként nagyon jó kis csapat volt az, Mihály Gabi, aki most az Állami Népegyüttesnek a vezetője, Szűcs Béla szegény, ő meghalt, de egy kiváló táncos volt a Béla, Énekes Püsti volt még ott akkoriban, és még sorolhatnám a neveket, Bakonyi István, aki a Tiszafüred környékének a néptáncát tartja a kezében a mai napig. Tehát nagyon jó kis társaság volt, és azt mondták, amikor kitettek engem egy fél évre hűlni Veszprémből, hogy gyere el ide, addig legalább valamit itt ragad rád, meg nekünk is jobb lesz, meg mit tudom én. És akkor elmentem Jászberénybe, de egyébként én már előtte, ahogy katona voltam Szekszárdon, akkor is kijártam mindig táncolni a Szekszárdi Együtteshez. Tehát az, hogy az én utam egyenes vagy nem egyenes a néptánchoz, ahogy én erre rákaptam, onnan kezdve igazából csak azt tartott vissza, hogy olyan nagyon-nagyon néptáncos legyek, hogy attól tartottam, hogy meg mondogatták, és a környezetemben a felnőtt okos emberek, hogy fiam, ebből nem igen fogsz te majd megélni, tehát azért legyen valami szakma a kezedben, valamit tanulj, és aztán majd meglátjuk, hogy mit tudsz csinálni vele. De aztán végül csak arra fújt az élet szele, hogy én csak táncoltam mindig. Uh-huh. Tehát én is sportoltam a gimiben, meg mi egymás, de
de a kosár csapatban is engem hívtak a néptáncosnak, meg ilyesmi, tehát én mindig táncoltam, és a táncolni is akartam, és akkor hát elkerültem Veszprémbe, mondom, és akkor ott 2 év után onnan pedig átfújt a szél Jászberénybe, ahol akkoriban hihetetlen rakétákat gyújtottak be, vagy gyújtott be a csapat, és ez az élet engem teljesen magával ragadott. Akkor 80-ban mentem el Berénybe, és 81-es szolnoki fesztiválra gyímesi táncot csináltunk, kemény telkére mentünk előtte gyűjteni, először mi szereztünk be amatőr együttesként egy ilyen hordozható szalagos videót, és akkor jártunk gyűjteni. Ebbe bekapcsolódtam, ez a hihetetlen élet volt, és nagyon magában ragadott, úgyhogy nem mentem vissza Veszprémbe, hanem elvégeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolát, mert Jászberényben az volt. Igen. Mert az volt, de hogyha mondjuk kertépítő iskola lett volna, akkor most kertépítő lennék szerintem, mert annyira mellékes volt minden más, csak a tánc számított. És akkor utána hát én ott táncoltam egészen 86-ig, amikor is elhívtak egy másik együttesbe, és akkor oda örömmel elmentem. Igen, és ha már az iskoláknál tartunk, aztán azóta elvégezted már a táncművészeti főiskolát? Igen. Jártam táncművészeti főiskolára, akkor 2 éve végeztem el Szegeden a néprajzszakot, ott a bölcsészkaron. Aztán hát most már ebből néptánc főiskolából kellene most már ilyen MA szakot csinálni, mert annak idején ez csak főiskola volt. Igaz, hogy 4 éves, de főiskolai végzettséget adott. És most van egy ilyen 1 éves kiegészítő képzés, amit még el kéne végezni, de aztán utána már nem akarok többet iskolába járni. Tehát most, ha így mindent így összeadogatok, akkor 10-akárhány évet jártam már eddig is egyetemre, meg főiskolára. És hát végül is nem azt mondom, hogy káromra vált, de most egy picit úgy érzem, hogy ezekkel a kavarodásokkal itt az iskola rendszerben ez így bőven elég. De miért tartottad fontosnak annak idején, hogy elvégezd még a táncművészetit is, meg a néprajzszakot is? Hát a táncművészetet azért, mert amikor már kiderült, hogy akkor most én már végképp táncos leszek, és hogy igazából nincs is más, akkor gondoltam, hogy azért meg kéne ezt támogatni valahogy, meg az az igazság, hogy én most ezt az iskolát használom is teljes erővel, mert a Fóti Népművészeti Szakközépiskolában vagyok tagozatvezető, és ott tanítok néptáncot, és ott kell, hogy legyen ilyen végzettség az embernek, de ott is azt mondom a gyerekeknek, hogy a táncosság az lehet, hogy egész életére kihat az embernek, és hogyha 92 éves koromban majd magához hív az úr, akkor el ne kiabáljam. Tehát, na mindegy, szóval akkor is azt mondom, hogy én táncos vagyok, de az, hogy táncos az ember, az egy pillanatnyi készenléti állapot tulajdonképpen. Az nem lehet, nem tudok majd felugrani bármikor is táncolok, és vagy legalábbis úgy táncolok, hogy most azt mondom, hogy azért hogy ebből élek. Tehát megélni egy bizonyos idő után kell a valamiből. És akkor valamit tanulni kell mellette, amit tud az ember használni, amiből tényleg fenntartja magát. Mellette lehet szíve mélyén, lélekben mély, táncos, de valamiből meg kell élni. Most az más kérdés, hogy én táncot tanítok, tehát akkor is táncos vagyok, hogyha éppen megélni próbálok. Persze. Akkor most egy kicsit, ez volt eddig így a külön út körülbelül, jöjjön az együttest. Hogy találkoztatok? Hogy ismerkedtetek ti meg? Kezdjetek. Azt még nem hallottam az önverzióját. Hát, ha jól emlékszem, akkor 93-ban találkoztunk először, és hát a tánc az, ami közös út volt, vagy ahol találkoztunk, táncház volt. De igazság szerint a mi életünknek a tánc az egy közös része, de emellett mi együtt élünk, mi társai vagyunk egymásnak, és az, hogy minket éppen a tánc hozott össze, az csak egy dolog. Találkozhattunk volna szerintem egy koncerttel, lehet, hogy ott is elkezdünk beszélgetni egymással, vagy mit tudom, egy strandon, vagy bárhol, de azért próbálom ezt így egy kicsikét körbejárni, mert nagyon örülünk neki, hogy ezzel foglalkozunk, nagyon örülünk annak, hogy embereknek ezt átadhatjuk, de a mi életünknek ez egy része. Van egy csomó olyan más fontos része, amitől mi társak vagyunk egymásnak, és nem biztos, hogy a tánc az egyetlen, vagy az a legfőbb kapocs. Azon kívül, meg amellett van egy csomó fontosabb, a gyerekek.
meg hát számtalan más apróság. Úgyhogy hát a táncházba találkoztunk, és onnantól kezdve megértettük egymást. Uh-huh. És hát nekünk a táncos részünk az még utána sem futott olyan nagyon egyenesen egymás mellett, mert Zoli akkor még a Budapest Együttesnek volt a tánckarvezetője. Én a Vasas Együttesben táncoltam Budapesten, ami egy picit más típusú együttes volt, tehát inkább a tematikus táncokat Györgyfalvai Kati néni és Toller Antal vonalát képviselő együttes. Rengeteg színházi elfoglaltságunk volt, tehát ebből a szempontból nagyon szerettem, mert egy pici mellékest is adott az embernek, ugye fiatal korában nem árt, hogyha van miből kifizetni az albérletet, és igazából voltak közös fellépéseink, vagy olyan dolgaink, ahol már együtt dolgoztunk, vagy együtt tanítottunk, de igazából mi együttesben nem táncoltunk soha együtt, de nem is baj. Én nem bánom. Szerintem ő se. Úgyhogy ezt így egy kicsit külön tudtuk kezelni, hogy én vagyok, ő. Otthon találkozunk, munka nekem a sajátom, neki a sajátja. Megoldjuk együtt, hogyha olyan panasz probléma van, ami munkából fakad, tanácsot adunk, de azok a problémák, amik egy olyan házaspárnak az életében előfordulhatnak, akinek egy a munkája, egy a családja, állandóan együtt vannak, azt mi sikeresen kiküszöböltük. Tehát azt hiszem, hogy ez egy, hát mondhatnám így már ennyi idős bátor lépésnek is, mert hát ebben szerintem nagyon sokan beleszaladnak a néptáncosok között. Tehát, hogy együtt élünk, házastársok vagyunk, együtt tanítunk, együtt dolgozunk, mindenünk közös. Néha kell az a kis levegő. Szóval, hogy van, akinek működik, sőt, biztos soknak működik, de hát én elég sokat láttam meg Zoli is, ahol ez annyira nem volt olyan egyértelmű, úgyhogy ilyen szempontból nem bánjuk, hogy ez így történt. És hogy kerültetek Galga Hévízre? Mert hogy az kiderült, hogy egyiknek sincsen semmiféle köze Galga Hévízhez. Hát a dolog tulajdonképpen egy tréfás mondattal indítható. Gyimko éppen Olaszra járt. Van egy barátom, akivel együtt táncoltunk, egymás mellett volt az öltöző szekrényünk a Budapest Együttesben, és a Gémesi Zolinak hívják őt, és ő éppen Olaszra járt. És ezért ő hallotta meg, hogy itt Galga Hévízen keresnek egy együttesvezetőt, és ő nem vállalta, mert hogy Olaszra jár, és neki nincs ideje. Tehát, és akkor én éppen úgy voltam, hogy egyrészt itt, ahogy ő mondta, ez az együttesvezetés, meg egy szolgálati lakás is járt ez a dologgal, és akkor én nekem éppen volt egy ilyen átmeneti állapotom, így a lakás ügyileg is, és akkor ez így jól is jött. És akkor mondtam neki, hogy Gyimko, nem baj, ha én elmegyek. Nem, én éppen Olaszra járok, és majd nyugodtan nézd meg. És akkor én eljöttem ide, és aztán így akkor beszélgettünk, és kiderült, hogy nem csak együttesvezetőt keresnek, hanem kellene egy pedagógusa az általános iskolába, stb. Tehát úgy minden stimmelt, és akkor eljöttünk ide lakni. De a másik része pedig az, hogy ez a olyan nem olyan foggal körömmel akartam én eljön, vagy vidékre költözni Budapestről, de mindig de én vidéki gyerek vagyok. És igazából soha nem éreztem ott olyan nagyon jól magam, és örültünk, hogy van ez az alkalom, és akkor ide nem túl messzire az akkor még munkahelyemet jelentő várostól ki tudunk jönni. Aztán közben nekem lett egy ilyen nagy szerelmem a Timin kívül, hát a lovak, és hát itt a lovakat mindig nagyon szerettem, de lényeg az, hogy amikor itt így megláttuk azt, hova költözhetünk, meg minden nagy udvar volt, stb., hát akkor hol veszünk majd egy lovat. És akkor ez is így belejött a képbe, hogy ez is egy kicsit így rásegített, de mondom, hogy egyáltalán ez így össze, így sok apró részletben így puf, így összeállt a kép, ez így nekünk nagyon jó lesz, és ide jöttünk. És egyébként érdekes, hogy a Timi ilyen óvatosan ezt így körbejárta, azért is ezt, hogy a tánc meg minden, mert volt egy-két ilyen beszélgetésünk mostanában, és valahogy mindig azt akarták kihozni a beszélgető partnerek, hogy ugye milyen nagy csoda ez a tánc, hogy össze tud tartani két embert.
És közben nem ez a fő. És sok öreg, hadd mondjam azt, hogy adatközlővel, tehát jártunk gyűjteni, vagy igyekeztünk mindig úgy emberként összebarátkozni azokkal a bácsikkal, nénikkel, akik nekünk táncokat tanítottak, mutattak, hogy lefilmezhessük, stb. Tehát mindig jókat beszélgettünk velük, és őket nagyon sok köze volt az ő párválasztásnak is a tánchoz. Tehát valahogy ez azért ott van, de mi mégis azt érezzük, hogy meg azt is szeretnénk így mondani, hogy mindenkinek, hogy ez egy dolog, segít kiválasztani a párját egyébként az embernek, mert nagyon sok olyan tulajdonságra rávilágít, ami, ha együtt táncolunk valakivel, ami fontos információ. De ezen kívül még millió dolog van a világon, ami fontos, és ez, ha ezt elfelejtjük, akkor az nem lesz tartós az a kapcsolat. Úgyhogy nekünk ezek az egyebek is összeálltak, hála jó Istennek, és így jól megvagyunk. Úgyhogy ennyi. Egyébként nem táncházban találkoztunk először. Nem, az is tessék. Legalábbis én nem táncházban emlékszem. Igaz, hogy mondjuk talán úgy komolyabban akkor beszélgettünk, de Szegeden volt egy fesztivál, és én voltam az asszisztense a Diónak, a Dió Szegi László. Egy nyári fesztivál, Domtéren mindig voltak, ilyen szabadtéri fesztivál. És engem a Budapest Együttesből küldött el a Zsurávszki Zoltán, aki akkor a főnökön volt, vagy a Üvöz Együttes vezetője, hogy egy-két koreográfiát, amit beválogattak ebbe a fesztiválba, ilyen közös produkciónak, akkor ezt tanítsam be. Akkor utána ott tartottak, mint asszisztens, és akkor csak ott ültem fent egy ilyen magas kakaslón, és néztem a csapatot, és néha leszaladtam, hogy gyere erre, menj oda, kicsit így besegítsek ott a munkában. És akkor volt ott egy olyan tánc, amikor a lányoknak ilyen nem néptáncolni kellett, hanem boszorkány. Ilyen boszorkány tánc volt, és ott nekem feltűnt már a Timi, hogy van egy lány, aki tudja, hogy merre, mikor, hogy mozdul. Tehát ő nagyon tudatosan tudta kezét, lábát, testét tekerni, hajlítani. Nem azt mondom, hogy ott meglátni és megszeretni, de ott találkoztunk, aztán beszélgettünk egy kicsikét, és aztán utána egyszer, amikor táncszakban találkoztunk, akkor már én úgy éreztem, tehát már nem kellett hello, szia, hogy vagy, mit tudom én, elhívni, meginni egy kólát, vagy valamit. Tehát nem kellett kinyitni a kaput, mert már azért ismertük egymást, és akkor utána összejöttünk. És aztán Galgai Vízen folytatnátok együtt az életetek. Igen. És hát már több mint 10 éve itt éltek. 96 óta, 96 ugye? Március 1-én költöztünk. Hát már azt mondhatni, hogy gyűjtmentekből igazi évvíziek lettetek. Hát igen. Igen, így érzitek ti is? Volt egy jó sztori, ez a gyűjtmentes... A Vargas anya mit mesélt? Igen, hát ez és más utána itt Hévízen nekünk, amit hozzátettek, azt emlékszel rá? Mondod. Mert ezt a sztorit, amit Zoli el fog majd mindjárt mondani, ezt felvetettük itt Hévízen, és egy olyan szép választ kaptunk rá utána, hogy az nekünk nagyon jól esett. De a történet az volt, hogy van egy barátom, illetve tanárom volt a Szegedi Tudományegyetemen, a Varga Sándor, és ő mondta ezt a beköltöző és a helyiek viszonyára ezt a történetet, hogy a helyi TSZ közgyűlésen felszólalt egy ember, hogy igaz, hogy ő csak gyűjtment, de ezt szeretném mondani. És akkor egy helyi bácsi fel, szintén jelentkezett, és azt mondta, hogy elnézést, de ő nem gyűjtment. Ő senki házi, majd a fia, aki itt született, az lesz a gyűjtment. Tehát, hogy még szigorúbbak az elvárások azzal, hogy valaki ezt a gyűjtmentséget levetkőzze magáról. Én nem is tudom, közmeghallgatáson valahol ezt elmeséltük, ezt a történetet, és hát nagyon szégyen, de nem tudom kicsit, egy bácsi bekiabált, hogy Isten hozott benneteket Galga Hévízen. És ez nekem nagyon jól esett, hogy hát végül is, igen, nem vagyunk helyiek, de azért elég sok dologba bizalmat szavaznak nekünk, azt hiszem, szóval, hogy már majdnem olyan. Mintha azok lennének. Meg a gyerekeink a dolognak a kulcsa szerintem. Aha, biztos, hogy mert hogy addig, ameddig ők nem kezdtek el belenőni a helyi közösségbe, addig egy kicsit talán
Talán nem volt annyira, nem simultunk bele mi sem annyira a helyi közösségbe, társadalomba. De hogy ők belenőttek a saját korosztályukba és a szüleiken keresztül, tulajdonképpen egy azon problémákkal szembesültünk, egy osztályba járó gyerekekkel, így szerintem eltűntek ezek a határvonalak. Úgyhogy nem érzem magam én sem idegennek itt egyáltalán. Helyes. És a több mint 10 év alatt ugye vezettétek, illetve vezetitek a gyereknéptánc csoportot, az ifjúsági néptánc csoportot, a hagyományőrző együttessel is. Jó a kapcsolat, igen. Eleinte vezettük is, de aztán az az igazság, hogy ez egy picikét más. A hagyományőrző együttessel egy kicsit másfajta kapcsolatra van szükség. A néptánc egyébként az... Bár sok minden változott az én agyamban is ezzel kapcsolatban az elmúlt években, elmúlt évtizedek során, de egy kicsit az egy ilyen, mondhatjuk, hogy egy ilyen népi fitness, egy népi sport. Vagy abban a korban ez volt a fitness, vagy nem is tudom, tehát azért az egy sport. Úgyhogy a táncosoktól az egy edzettségi szintet megkövetelő dolog. A gyerekeket, azokat keményen hajtjuk. Tehát most ez lehet, hogy ijesztően hat itt a televízió előtt ülő anyukáknak és apukáknak, és nagymamáknak főleg, ide nem engedlek kisfiam, mert megdolgoztatnak. A munka az közhely, hogy nemesít, de minden érték csak a melóból, a munkából jöhet létre. Tehát az a gyerek fog jól táncolni, aki megizzad hetente kétszer-háromszor azon a próbán, aki 60-szor, ha kell, megcsinálja azt, amit kell. Tehát... Ez egy kemény munka, ez egy sport. A nagyobbakkal is ugyanezt csináljuk. A hagyományőrző az egy másfajta közösség. És általában úgy voltak a hagyományőrző próbák is, hogy mindig mondjuk a tánccsoport után, vagy a gyerektánccsoport után, amikor az ember ilyen lendületből ráfutott a hagyományőrző próbájára, és akkor az a pörgés ott azt vissza kellett fogni. És ez nekem nem mindig sikerült. Tehát aztán be kellett látni, hogy egy kicsit más hozzáállást kíván. Nagyon tisztelem azokat, akik most azóta csinálják a csoportot, jól működik a hagyományozó, de jó a kapcsolatunk. Tehát ha a gyerekeink, mármint nem a saját fiainkra gondolok, hanem a táncosaink, azok ha kell mennek oda is, ott is táncolnak, ha kell, akkor együtt csinálunk valamit velük, tehát nincsen semmi széthúzás. Arra akartam egyébként kitérni az előbb, hogy ezek a csoportok ugye hagyományosan voltak már Galgahívízen azelőtt is, mielőtt ide jöttetek. Tehát itt létrehoztatok új formációkat is, mint például a Hívízi Iglicék, a Szent András Dombik is betyárok. Igen, hát ők énekes igen. Csoportok, és a Hívízi Iglicék kislányokat takarnak, akiket a Köles Évával együtt csinálunk. Hát az oroszlán része az egy az övé, én igyekszem a gyakoroltatást az iskolába megoldani a lányokkal, vagy amikor csak tudom, az Évit helyettesítem, mert ő neki a Zeneakadémiára fölvették az idén népi énekszakra, és elég sok elfoglaltsága bejött. A kisfiúkat azokat egyedül csinálom, úgyhogy ha valamilyen problémám, vagy szeretném, hogyha az Éva meghallgatná őket, akkor természetesen szakmai tanácsot ad, de ővelük inkább én foglalkozom, és én állítom össze a kis énekeiket. Hát nagyon nagy sikerük van, tehát most nem az én érdemet akarom kidomborítani, hanem olyan jó kis közösség alakult ki a lányokból is, meg a kisfiúkból is, hogy bár a fiúk hárman vannak jelen pillanatban, de ők azért egymást tologatják az iskolába is. Tehát nagyon sok mindent együtt csinálnak, együtt táncolnak, együtt sportolnak, együtt énekelnek. Most épp holnap is megyünk velük együtt egy kis fellépésre. És nagyon jó bemutatkozási lehetőség volt a tavalyi évben ez a szomszédolás a kistérségen belül, és őket ismeretlenül is nagyon sok helyre hívták, és hát nem hoztak szégyent Hévízre. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat tapsoltak nekik, ügyesek voltak. Ez tudatos volt, hogy csak ilyen kis csoport legyen? Vagy kifejezetten a ilyen... Nem, igazság szerint két dologból akad a kis csoportos része. Sokszor vannak egyrészt úgy a próbáink, hogy hú gyerekek, holnap próbálni kell. 10 gyereket nem túlságosan lehet mozgatni, 3-at, 4-et, 5-öt még igen. A másik, hogy Éva is és én is próbálunk egy kicsikét keresgélni
a gyerekek között, hogy azokat, akik gyöngyszemek, azokat egy picit hozzásegítsük ahhoz, hogy próba lehetőséggel tovább léphessenek. Ők vannak most benne a csoportban, 4-en vannak a lányok és 3-an a fiúk, de emellett én hetente foglalkozom alsó tagozatosokkal egy külön szakkör keretében, ahol másodiktól fölfele vannak, hát második, harmadik, negyedik, tehát alsó tagozatos kislányok, kisfiúk, és velük is rendtentő sokat éneklünk. Tehát főleg a helyi népdalkincsből táplálkozunk, és akkor néha-néha ünnepekre szoktunk összerakni nekik esetleg máshonnan való kis csokrot, és leginkább így folyik a munka. Egyébként is most már éneket, testnevelést és néptáncot tanítasz, igen, ugye? Igen. Hát ezt nagyon köszönném az igazgató asszonyomnak, Vandornik Misára Ilonának, hogy erre lehetőséget teremt, ugyanis ez a három tantárgy az, ami szerintem egymást segíti, egymást húzza, egymást tolja. A ritmust azt mindig elő tudom venni, bármelyik órán, tesi órán, néptáncolán, énekórán, és szerintem egy picit az emberek életéből a ritmus az hiányzik. Tehát amikor egy anyukának megszületik a gyereke, akkor ringatja, eltaltatja, ölébe veszi, mondókát mond neki, énekel neki. Sokszor most már tévét is bekapcsolják, sokszor most már rádiót, és ez más ritmus. Tehát a gyerekeknek nem biztos, hogy arra van éppen szüksége. És én azt hiszem, hogy azzal a fajta tevékenységgel, amit én össze tudok hangolni ebbe a három tantárgyba, azzal elég jó sikereket érek el. Van, akinél énekből, van, akinél néptáncból, van, akinél tesiből, de a három dolog egymást segíti, és egymás köré épül. Legalábbis igyekszem úgy csinálni, úgy működni. Azt szerintem elég különleges dolog, hogy általános iskolában tanórák keretében lehet néptáncot tanulni. Ez hogy látod, hogy sikeres dolog? Hát mikor mi idejöttünk, ha jól tudom, akkor már ez a néptánc, ez az itteni tantervben benne volt, és én úgy örököltem meg, hogy minden osztálynak heti egy néptánc órát tudok tartani. Próbálkoztam sokféle megoldással, hogy mi lenne a jó, ugyanis mikor mi ide költöztünk, akkor előtt én az Alsóerdőssori Általános Iskolába tanítottam, ami egy néptánc tagozatos általános iskola, és amikor kijöttünk Hévízre, akkor ez a nagyon versenyló dolog mi bennem volt. Tehát ott nagyon kemény és komoly néptánc órák folytak, szinte mint egy tesi óra teljesen. És egy darabig próbáltam én is itt egy picit ezt átadni, aztán rájöttem, hogy egy kicsit máshogy kell itt megfogni a dolgokat, és úgy érzem, hogy talán most arra ez úgy sikerül. Nagyon fontos, hogy a helyi dolgokat átadjuk a gyerekeknek, mert egyre kevesebbet találkoznak vele. Tehát otthon is már kevesebbet énekelnek, azért a mamákat meg lehet még énekeltetni, ki lehet őket faggatni, én ajánlom is mindig a gyerekeknek, de kevesebbszer, vagy kevesebb az az idő, amit erre tudnak szakítani. És hát elsősorban helyi anyaggal foglalkozunk. A szakkörök keretében foglalkozunk más tájegységek táncaival, de a néptánc órákon a helyi anyagra építem az egész évet szinte, és negyedik osztályban aztán egy pár hónapig végigvesszük az évnek a jeles napjait. Egy naptári évet szépen végig nézünk, és akkor megnézzük a hévízi vonatkozást, vagy pedig a kis galgamenti vonatkozást, ami még ehhez hozzákeríthető, vagy köríthető, és így szerintem nagyon jó hangulatú órákat lehet tartani. A gyerekek nagyon szeretik. Kicsit ez olyan nincsekvés, de én nagyon boldog vagyok, mikor egy jó hangulatú óráról kijövök, és a gyerekek még éneklik végig a dalokat, mert művelési házban vannak az órák, és hogy megyünk vissza az iskolába, még mindig azt éneklik, amit órán tanultuk. Úgyhogy ez jó érzés nagyon. Persze. Visszatérve arra, hogy mit hoztatok még létre. Egy nagyon különleges dolgot, ami országosan egyedülálló, a betyártábort. Mitől betyár ez a tábor? Hát a betyártábor az annak is gyökerei vannak itt így bennünk, bennem. Egyrészt ugye a lovak, akkor már itt lovagolgattunk a javában, amikor ez így kipattant a fejemből, hogy kéne csinálni ilyen tábort, de először indián táborra gondoltunk, mert kint a Farkasjuki erdészháznál lovagoltunk a Basa Bálinttal, amikor utoljára, hogy milyen jó kis tábort lehetne itt csinálni. És
beszéltem is a Valkói Erdészet vezetőjével, aki azonnal letiltotta a dolgot, hogy ott olyankor vadászat van, és ott nem lehetnek gyerekek, stb. És aztán, amikor megint lovagolgattunk együtt, akkor ide tévedtünk a Szent András dombnak a tó felüli oldalán levő völgybe, és akkor, hogy itt. Ez is milyen nagyon jó kis hely, minek nekünk messzebb menni, stb. És akkor így elindult az agyunk, és gondolkoztunk, de ez kb. Az, hogy indián tábor legyen, az mondjuk egy ilyen 3 másodpercig tartott ez az ötlet, mert ez a betyárság dolog, ez ugye a táncos létünkkel azért jobban összeköthető. Rengeteg barátunk van, zenészek, táncosok, énekesek, mesemondók, idős pásztorok, stb., akiket egy betyártáborba el tudunk hívni, mert hogy megvannak már azok a kapcsolatok, azok a szálak, és akkor csináljunk egy betyártábort. Jó, és akkor csináltunk egy betyártábort, és meghirdettük a Folk magazinban, meghirdettük az Örökség Gyermek Néptánc Alapít, Népművészeti Egyesületnél, stb., és ez valahogy mindenkinek azonnal megtetszett. Egy kicsit ez a betyárság amúgy is hozzám úgy, akik úgy ismertek, mint táncost, azok úgy tudták kötni ezt a dolgot, mert akkoriban csináltunk még a 90-es évek közepén ott a Budapest Egyetesben egy ilyen táncjátékot, az volt a cím, hogy Betyárok. Én voltam benne Rúzsa Sándor, Angyal Bandi, Vidrócki Marci, Sobri Jóska, és ki volt a fiatal betyár? Bogár Imre, öt betyárnak a életéből apró kis jeleneteket jelentettünk meg, és akkor a végén persze ott volt az akasztófa, és akkor hát egy ilyen 45 perces táncjátékot koreografált a Zsurávszki Zoltán. Én is kaptam benne egy kis alkotói részszerepet is, stb., meg hát mondom, itt szereplője is voltam, és akkor ez a betyárság, mondom, úgy a ismerőseim között úgy látszott, hogy hozzám ezt így tudják kapcsolni, és akkor találkoztam az utcán egy ismerősünkkel, akinek egy gyerekcsoportja volt, mikor elmondtam, hogy mi járatban vagyok, éppen vittem a szórólapokat Budapestre. Jaj, de jó, ő is hoz ide 20 gyereket, stb., és akkor ez így beindult. Beindult, és hát ez a betyártábor aztán így alakult, formálódott az évek során, de végül is annak a csapatnak egy ilyen közös terméke, akivel ezt csináljuk. Az első itteni tánccsoportunk felnőtt, hát akkor még gyerekek voltak egyébként, szinte ők is, de aztán az itteni első felnőtt tánccsoportunk nagy része, ami után már táncolni már nem tudtak eljárni, mert elfújta őket ide-oda az élet viharos szele, de azért így nyaranta összejöttünk, és akkor ez többek között a betyártábor az, ami ilyenkor dolgunk volt, és velük ez így szinte így, ez is így összeállt. Tehát az egy hihetetlen jó csapat, hogy van közöttünk asztalos, van közöttünk villanyszerelő, van közöttünk mentőtiszt, egészségügyi téren dolgozó, van egy rendőr, hölgy, a Hajdúheni, stb. Tehát, hogy egy ilyen tábori léthöz, ami biztonság szükséges, és ami a felépítéshöz kell, az szinte minden szakma adott volt, és azon kívül mindenkiben megvan az ehhez szükséges szeretet, életérzés, és akkor ez a társaság ezt a tábort így eddig így táplálta a szívével, lelkével. Nagyon jó élményeink vannak, gyönyörű kis táborokat csináltunk tényleg. Igen, azt szerettem volna hozzáfűzni még a társasággal kapcsolatban, hogy ők ugye egy tánc együttes voltak, és ahogy abbahagyták a táncot, jött ez a másik dolog, és őket lehet, hogy a barátság is még emellett, de ez is összetartja. Tehát az, hogy tényleg erre a betyártábor ugye rá kellett készülni, már előtte egy hónappal elkezdtünk mindenféle dolgot szervezgetni, és mindenkinek meg volt a saját kis leosztott feladata, és szinte mi is ott egy kicsit gyerekké válunk ám a táborba. Tehát őket is azt érzem, hogy ők is egy kicsikét úgy is élvezik ezt a tábort, mint egy kicsit gyerekként is. Az első táborban eljött egy, azt hiszem pápaiak voltak, ugye? Igen. A két tanítónő hozott egy csapatot, és ők adták a tábornak a zömét, és mikor megjöttek, így elkerekedt a szemük, és úristen, hova jöttünk. Tehát ott nincs semmi. Nomád az egy teljesen, az egy te,
tulajdonképpen azóta mindig le is írom, amikor a táborról ilyen beszámolót kell írni, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ugyanúgy hagyjuk ott a táját magunk után, mint amikor megjöttünk. Csak a kisárgult fű a lábnyomok nyomán az változott meg, de egyébként minden ugyanolyan. És akkor megjöttek, és kikerekedtem, hogy Úristen, egyik mondta, hogy hova hoztál? Nincs semmi. És akkor harmadik napon kaptunk egy rohadt nagy vihart, amikor ahogy béreltünk egy ilyen nagy sátrat, stb., és a luk volt a tetején, és folyt be, és akkor elrohantunk venni egy nagy egy nylon fóliát, és ahogy jöttünk vissza, megcsúsztunk az autóval be a bokrok közé, nevetve kitoltuk, kutyabajunk nem lett, mentünk tovább, és a fiúkkal a szakadó viharos szélben, az esőben, alsó nadrágban, fürdőgatyában hason csúsztunk a sátor tetején, húztuk szét a nejlont, a gyerekek bent nevettek, de aztán mindenki kifutott és nézte, hogy a srácok hogy dolgoznak a sátor megmentésén, és a két tanítónőnek is akkor utána beszélgettünk is, hogy akkor teljesen meggyőztük őket arról, hogy ez a csapat egy ilyen tábor tartására nagyon alkalmas, megérett, sőt, szuper. Mert azt mondták, hogy az egyik külön élmény volt, ahogy amilyen aktivitással és amilyen lelkesen azt akkor ott az esőben jól veszük magunkat. Aztán volt még egy-két jó kis viharunk ott egyébként ilyen természetű. Sztori is volt, úgyhogy történet. Tudnám, hogy táborról igen, egy külön is igen. Aztán volt ott kint egy-két ilyen televíziós társaság is, akik volt egy, mi volt annak a címe? Kisokos című tévéműsor volt, és azt mondták, hogy egy ilyen részben, egy fél órás részben két-három tábor mutatnának be, nálunk is csinálnak egy pár képet. És ott ragadtak két napig, és az egész Kisokos a Betyár táborról szólt mind a 30 perc, akkor gyerekekkel készítettek riportot, a operatőr ott rohangált mellettünk, a lovak mellett kezében a kamerával, tehát őket is elkapta ez az érzés. És még van valami, amit szintén a ti nevetekhez fűződik, a Csikó Tojás Társulat. A Csikó Tojás Társulat tulajdonképpen az a csapat, akivel a Betyár tábort is csináljuk, csak a Timi színjátszós vénája adta, ő onnan pattant ki az ötlet, hogy játszunk el, ilyen dramatizáljunk népmeséket, ilyen tréfás meséket, és akkor ez a csapat, aki, az előbb mondtam, a Betyár táboron is működik, összeálltunk, szerepeket kiosztottuk, és akkor ez lett a Csikó Tojás Társulat, és ez a társaság aztán végül is, tehát ahogy már mondtam az előbb, hogy így összetart, és működik a mai napig, de tényleg tartalommal van megtöltve az együtt a kapcsolatunk, mert a lovasviadalunknak a személyzetét tulajdonképpen, meg az egész létrehozáshoz szükséges személyzetet ők adják, együtt csinálunk meg mindent, amit kell, akkor a Betyár táborból kivonatoltunk egy Betyár próba rendszert. Egyszer Szentendréről hívtak fel a Skanzenből, hogy a pünkösdi király választáshoz valahogy segítkezzünk, találjunk ki valamit, és akkor ott értetlenkedtem egy kicsit, de mondták, hogy hát van nektek ez a Betyár táborotok. Mint kiderült, egy olyan hölgy hívott fel, akinek a fia volt itt előző évben táborban, és hogy az ottani feladatokból valamit így állítsunk össze, és akkor ezek lettek a Betyár próbák, amit a mai napig is forgalmazunk, úgymond. Hát nem annyira sűrűn, de ugye évente egyszer-kétszer sor kerül rá, falunapokra elhívnak bennünket ide-oda, vagy az Ópusztaszeri Betyár toborzón is. Ez a gyerekeknek egy ilyen fix program, hogy mi Betyár próbákat csinálunk velük. Csináltunk különféle műlovakat, ebben Bence Zoli, az asztalos barátunk volt a fő bűnös, aki sokat segített, és akkor ezeken a műlovakon kell egyensúlyozva karikásozni, ezen kell ilyen karddal elkapkodni karikákat, stb. Vagy éppen birkózni, a gyerekek nagyon szeretik, és úgy sikerül mindig olyan légkört csinálni a dolog, teremteni a dolog körül, hogy ezek igazi lovak, és úgy küzdjetek, mintha igazi betyárok lennétek. És akkor hát ez a csapat csinálja ezt is, ez a Csikó Tojás Társulat. Na akkor most egy kicsit még maradjunk a lovaknál, de egy picit más, mint a betyártábor. Ha azt mondom, hogy szikrapalkó, az ugye ismerőse hangzik ezen élnek. Persze, hát a szikrapalkó az én vagyok. Úgy lettem szikrapalkó, hogy a lovas hagyományőrzéshez is hozzá kapcsolódtam, ahogy itt ugye saját lovam lett. Igazából a Timinek voltak barátai a huszárok között, és elmentünk egyszer egy ilyen váci rendezvényre, és akkor ott összebarátkoztam a Ferenci Annival, Jakab Lacival, és akkor mondták, hogy neked is van lova, gyere el velünk tavaszi hadjáratra. És hát
rengeteg ilyen hihetetlen naív dolgot műveltem, mert ez is egy nagy naivitás volt, ha mai fejemmel belegondolok, hogy volt egy 3 éves csikóm, és elindultam egy ilyen hadjáratra. Azért az még nagyon éretlen az a ló erre, meg minden. Hát ott sokan meg is mosolyogtak, amikor gyakorlatilag az első hadjáraton egyet nem lépett a lovam, csak ügetett. Tehát a hajnik az olyan vérmérséklettel rendelkezik, hát most már megnyugodott azért, de csak ügettem végig, és akkor ott vigyorogtak rajtam a öreg huszárok, hogy he-he-he, nem baj, gyerek, megtanulod. Na és akkor lényeg az, hogy mi, akkor nem is volt még nekem huszár egyenruhám, de mi hárman, a Laci, a Jani meg én voltunk az első ilyen szabad csapat. Mi azt mondtuk, hogy mi betyárgúnyában lovagolunk végig a tavaszi hadjárat fő csatájának a vonalán, és akkor egyébként a Patkányok banda meg a Bacskaszidé és a Sundance-kid című filmben volt ez a banda, de hát mi ezt a nevet annyira megszerettük, hogy mi is magunkat is hívtuk, mi voltunk a Patkányok banda, hárman, és akkor, mikor belovagoltunk Iseszegre, akkor ott álltak a gyalogos kísérők, és ott nézték, hogy bejönnek a huszárok szépen, és a végén jön a három betyár szélfutta, homok marta szemekkel arca, és akkor egyik barátunk így adott mindenkinek egy nevet, és én lettem a Szikra Palkó. Uh-huh. Úgyhogy Jakab Laci az csak Palkónak hívott, amíg élt szegény. Úgyhogy ez van, és hát ebből aztán, ha én tovább fűzhetem, ez a hagyományozással való, lovas hagyományozással való kapcsolat, ez oda jutott, hogy kitaláltam, mert először is végül tőlem pattant ez a bizonyos lovas viadalnak az ötlete, amit már 2008. éve, igen. Igen, mert hogy 2004-ben volt az első, idén lesz a 8. éve, hogy már ezt így játsszuk, mert ez a lovas hagyományozás egy érdekes dolog. Igyekeznek teljesen hiteles öltözéket, egyenruhákat csináltatni, főleg a huszárság, ugye, mert akkor a huszárok már olyankorban voltak, ez a 48-as huszárság, amikor tulajdonképpen ipari méretekben készítették az egyenruhát. Annak teljes mértékig írott szabványa van, az olyannak kell lenni. Igyekeznek úgy szerszámozni a lovat, mindent úgy ellenben, és azt mondják, hogy mi vagyunk a világ legjobb lovas hadseregének a pillanatnyi örökösei, utódai. És akkor mi arra gondoltunk, hogy ez kevés, hogy jön a ruhám, vagy a lovamat úgy szerszámozom fel, de próbáljak meg valahogy legalább egy kicsit hasonlóképpen lovagolni is. Tehát egy kicsit, hogy olyan jól lovagolni, mert azért egy huszárnak hihetetlen jó lovasnak kellett lenni. Azt mondják, a kiképző tisztnek az ostora az nem a lovon csattant, soha nem, hanem a huszáron. Tehát amikor kiképzés volt, és a hosszú ostorral középen az őrmester vezényelte, ha a huszár nem úgy csinált, akkor ő kapott. Mert soha nem a lova hibás. És azért hihetetlen fegyelmezett és jó lovasok voltak ezek a huszárok, ameddig létezett Magyarországon huszárság, és egész Európában innen vitték el a mintáját. Az angol huszár, az orosz huszár, a porosz huszár, az mind a magyarságtól vette a példát, és azt mondják, hogy nagyon jók voltak ezek a csapatnemek is, de az igazi az mindig a magyar volt. Tehát a legjobb, aki ebben a műfajban tudott tevékenykedni. Na, hogyha mi ezt a zászlót kitűzzük, akkor igyekezzünk fejlődni hozzá, mint lovas, és akkor ez a lovas viadal ezt a célt szolgálja. És hát itt Galgahéviden is játsszuk már ugye 8. éve lesz az idén. Ópuszaszeren, Komáromba, Szlovákiába is átkerült a viadal Iseszegre, Szadára. És aztán talán most az idén már lesz Bugaszpusztán is egy ilyen viadalunk. Sőt, most lesz majd az idén Ópuszaszeren egy Nyerekszemle nevű rendezvény, ahol szeretnénk így becsempészni, hogy az egész hagyományőrző lovas világ ezt úgy ismerje meg. És akkor valami egy egységes irányba tudjunk így ezzel fejlődni. Ezek nagyon nagy célok különben, kicsinek tűnik, meg igazából nem több millió embert mozgat, meg talán csak néhány század, de ez nagyon-nagyon fontos része az életemnek, vagy az életünknek. Hát rengeteg mindent csináltok egyébként is, és nagyon sok kitüntetéssel, díjjal is büszkélkedhettek, akár ti is, akár az általatok vezetett csoportok is. Most arra nincs időnk, hogy mindet felsoroljuk, de arra lennék kíváncsi, hogy melyikre vagytok a legbüszkébbek. Hát a legutolsó az nagyon jól esett, amit legutoljára kaptam, azt a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségtől kaptam a Magyar Hagyományőrzésért aranyfokozatú tiszti keresztjét, és mivel hát a díjátadásra nem tudtam elmenni, mert akkor volt egy nagyon híres öreg táncosnak a temetése, Pécelen Karsai Zsiga bácsinak,
és ott voltam. Így aztán utólag adták át nekem a Váci csata után külön. Teljesen meg is lepődtem, hogy ilyen hivatalos alkalmaz. Azt hittem, majd a barátaim majd odaadták, és majd ideadja, és akkor majd megkapom. De ott így külön megkaptam ezt a aranyfokozatú tiszti keresztet. Ez most nagyon elevenen bennem van, nagyon jól esik. Aztán hát a kutya tudja igazából, melyikre az ember a legbüszkébb. Jól esett mindegyik. Én nem rendelkezem ennyi címzetességgel. Hát nekem, ami jelen pillanatban nagyon nagy élmény volt, és azért büszke vagyok rá, hogy vén fejjel elkezdtem karatézni, és ott azért sikerült egy-két jó kis érmet országos bajnokságon beszerezni formagyakorlatban, kata versenyszámban, és hát amire a legbüszke vagyok, a két gyerekem. Úgyhogy hát ők minden címnél magasabban vannak. Hát további sok sikert nektek, további sok díjat, kitüntetést, és a gyerekekben köszönjük nagyon sok szépen. Örömet kívánok. Köszönjük. És biztos fogunk még találkozni. Köszönjük. És köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet, várom Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!